70 évvel ezelőtt alakult meg a Népkör MMK első néptánc együttese, a munka azóta is folyamatos, ma már 7 korcsoportban dolgoznak a táncosok, a legkisebbek 3 évesek. Azért szeretem a Népkörben lenni, mert lehet sokat táncolni, meg énekelni, meg játékokat játszani. Új dolgokat tanulunk, és én nekem az érdekes. Új barátokat is lehet szerezni. Egyszer megláttam a viseleteket valamikor, és nagyon megszerettem a táncot. A néptánc szakosztályt Rumenyákovics Kárló és Rumenyákovics Szilvia vezeti. Mindketten gyermekkoruk óta népkörösök. Ez igazából egy nagy család, ahogy szoktuk mondani. Ez lehet, hogy egy kicsit elcsépelt dolog, de valóban így van. Tehát azt szoktuk még mondani, hogy aki egyszer népkörös lett, az örökre népkörös marad. Az, amit tanulnak, azt nagyon ügyesen csinálják, de ennek mind tudni kell a hátterét, hogy ez honnan származik, hogy miért az a viselet van rajtuk, miért az a színű viselet, miért úgy van fonva hajuk, ahogy. Ez mind nagyon-nagyon fontos, hogy tudják, és hogy ezt ők is el tudják mesélni másoknak. A népkörben a néphagyományok és népi értékek tovább éltetése mellett a polgári kultúra is helyet kap. Színházi előadásokat, koncerteket, irodalmi rendezvényeket, kiállításokat és családi programokat is szerveznek. Ebben az évadban is minden rendezvény teltházas volt. A tagságunk létszáma gyarapodott, ami szintén nagyon fontos, és az, ami továbbra is nagyon fontos, hogy minden gyermek, minden felnőtt, aki ide jár bármelyik szakosztályba tevékenykedni, az örömmel jön. Az Örömöm sokszorozódjék a Te örömödben című ünnepi gálaműsor előtt kiállítás nyílt a népkörben. A tárlat fotók és dokumentumok segítségével mutatja be az elmúlt 70 év legjelentősebb pillanatait.